Ma új területet fogunk megvizsgálni, ugye a hit ellenségeinél tartunk, és most a félelmeket, tehát most ugye befejeztük az előző dolgokat, ugye volt aggodalmaskodásról szó, volt kételkedésről szó, volt egy csomó mindenről, de most azt fogjuk megnézni, hogy a félelem, tehát erre fogunk rá fókuszálni, mert a hit és a félelem az nem fér meg egymás mellett. Vagyis lehet, hogy félsz, miközben hiszel, csak gyakorlatilag a hited nem fog működni, ha félsz, miközben hiszel. Tehát van egy történet, hogy menekültek keresztények, egy nagy vihar csapott le, villámok, és mondja, egy apa meg egy fiú menekült, de úgyhogy csaptak be a villámok, és az apa az rögtön letérdelt, elkezdett imádkozni, de teljesen félt, remegett, félt, és úgy imádkozott, és a fiú azt mondta neki, hogy apám, inkább fussunk, mert több értelme van, hogy futunk, mint az, hogy félelemmel imádkozol. Mert annak nincs hatása. Mert ha inkább választani kell, akkor inkább cselekedjél. Akkor imádkozz, ha hiszel. Mert annak lesz hatása. Mert Jézus azt mondta, ha nem kételkedsz, hanem hiszel, megtörténik. De ha félsz, nem történik meg. Tehát nézzük meg most, és a félelem is, ugye többféle félelem van a Bibliában, többféle fogalommal van megmagyarázva a félelem. Most a félelemnek egy olyan fajtáját nézzük meg, amire a rettegés a jellemző. Tehát amikor retteg az ember, ami megbénítja, tehát amikor látja az ember a dolgokat, és akkor belül egy ilyen rettegés jön rá, és egy félénkség, tehát a bátorsága kimegy az embernek, ugye, mert aki hisz, az bátor. De ez a fajta félelem, ezt úgy hívja a görögben, hogy deilia, majdnem delila, de nem delila, hanem deilia. Tehát ez egy ilyen félénkség, egy olyan rettegés, ami félénkséggel áll kapcsolatban, bátortalansággal áll kapcsolatban, és gyávassággal áll kapcsolatban. És ugye olvassuk mindjárt mondom nektek, a zsidókhoz írt levél 10. részében, hogy ugye úgy fejezi be Pál apostol, hogy az igaz pedig hitből él, tehát a hitéből él az igaz ember, a megigazult ember. Aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem, azt mondja az Úr. És mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Tehát a hitben van egy bátorság. Igazából, amikor aktívan hiszel, akkor egyfajta bátorság, nem vakmerőség, hanem bátorság jön rád, és erő tölt be. Na de ez a deilia, ez a fajta félelem, ez amikor bejön ez a rettegés az embernek a szívébe, akkor egy ilyen gyávasságot, meghátrálást, félénkséget, bátortalanodást fog átélni az ember. Hirtelen úgy érzi, hogy az ereje mindenben, amiben bízott, az elkezd inogni, elkezd, hát hogy mondjam, tehát ilyen, úgy mint a nád a szélben, elkezd, tehát nem találja meg a stabilitását, hanem úgy érzi, hogy ahogy a szél fúj, úgy sodorják az események, igazából nem tud megállni egyenesen, hanem egy sodródásban van benne az ember. Tehát ez a fajta deilia, félelem, rettegés miatt van. És ezt fogjuk megnézni, hogy ez mitől keletkezik, mitől jön létre ez a fajta félelem, a deilia. Nézzük meg a Máté evangéliumának 8. fejezet, 23. verszak. Azt mondja Isten igéje, amikor a hajóra szállt, tehát Jézus, követték őt az ő tanítványai. Hát ha tudták volna, hogy milyen dolgokkal jár a követés, akkor nem biztos, hogy neki indultak volna. Tehát
látnod kell azt, hogy azért, mert Jézushoz tartozol, az nem jelenti azt, hogy nem ér az életben meglepetés, nem érnek olyan dolgok az életbe, ami hát félelmet keltő. Nézd meg, a tanítványok is azt mondja, Jézus ment, hajóra szállt, követték a tanítványok. De figyeljetek, mi lett ennek az utazás közben, mi történt. Azt mondja, és íme nagy háborgás lett a tengeren. Tehát nagy háborgás lett. Van ilyen, hogy az ember életében nagy háborgás jön. És attól nem kell megijedned, hogy most akkor mi történt igazából veled, most jó úton vagy-e, vagy hogy van. Hát Jézus ott van. Ha Jézust követed, nem a magad fejed után mész, hanem Jézust követed. Lehetnek ilyen dolgok az életedben. Tudd meg, ha magad feje után mész, elbuksz. De ha Jézus ott van, és akkor is háborgás van, akkor megmenekülsz. Sokszor onnan lehet megtudni, hogy nem a magad fejed után mentél, hogy kimenekülsz abból a helyzetből. Ha meg az ember maga feje után megy, akkor is belekerül nagy háborgásba, de akkor általában rosszabbul jön ki belőle, mint ahogy belement. Tehát innen is lehet tudni, hogy áll a helyzet. Tehát, hogy mit csinál. Ezért nem szabad konokul. Tehát meg kell nézni, tehát reálisan meg kell nézni, hogy halad az életem. Nagyon, tehát ez istenfélően kell viszonyulni. Azt mondja, hogy nagy háborgás lett a tengeren. Annyira, hogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt. Milyen nagy, nem? Hogy Jézus alszik. Majdnem meghalnak, óriás, hát te biztos lehet, hogy felébredtél volna rögtön. Mert a legkisebb zajra is felkelsz. Gondold el, ott olyan háborgás volt, Jézus meg úgy aludt. A legjobb, lehet, hogy olyan jól álmodott közben, nem is kelt föl. Miért tudott aludni? Miért tudott aludni ilyen nagy viharok közepette is? Mert hitt abban, aki vele van. Tehát nagyon jól tudta, hogy ki van vele, és őt nem mérheti bántódás. Nincs miért félni, nincs miért rettegni. Amikor úgy néz ki, emberek, amikor úgy néz ki, hogy az ember elsüllyed, az csak úgy néz ki. Hallod? Az csak úgy néz ki. Ha megijedsz ettől, és elhiszed, hogy elsüllyedsz, el fogsz süllyedni. De amíg csak úgy néz ki, addig nem kell félned. Nincs miért félned. És nézd meg, Jézus se félt. Pedig óriási hullámok borították el a hajót. Óriási szél támadt, vihar, háborgás. Azt mondja, nagy háborgás lett a tengeren. Jézus meg alszik. Valamit ő tudott. Amit nekünk is tudnunk kell. Hogy akármilyen nagy háborúság van az életünkben, akármilyen hullámok, akármilyen hullámok törnek rád, ember, tudd meg, hogy veled van Jézus. Tudd meg, hogy nem fog olyan dolog történni veled, amit ő ne engedett volna meg, hogy megtörténjen. És ő, hogyha megengedi, hogy megtörténjen, az nem azért van, hogy tönkre menjél, hanem azért, hogy épüljél. Jó? Tehát azt mondja, hogy ő alszik. És látod, van, amikor úgy néz ki, hogy alszik Jézus az életedbe. Úgy néz ki, hogy nem munkálkodik. Van olyan, hogy úgy nézett ki, hogy fú, mindenben benne van Jézus. Lehet, hogy még érzed is az ő jelenlétét. De van olyan, hogy nem érzed. És van olyan sokszor, hogy amikor a legnagyobb háborgás van, akkor nem érzed, hogy ott van. És ez nem rossz. Ez jó. Ez jó, mert ilyenkor a hitedet növeli Jézus. És azt mondja, hogy az ő tanítványai hozzá menvén felköltették őt, mondván, Uram, ments meg minket, mert elveszünk. Nézd meg, mi jön le a viharból, mi jön le a háborgásról, mi jön le a tengernek a zúgásából, hullámaiból. Nézd meg, kétféle ember van itt, hogyha megnézed. Az egyik, amikor ezt látja, rögtön a legnegatívabb dolgokra gondol. Természetes síkon gondolkodik, és természetesen kiszámítja,
hogy mi kell a következményei, és meg is mondja, elveszünk. Ez meg ugyan egy másik ember, Jézus, föl kell, ugyanazt látja, tehát ugyanazt látja, ugyanazt érzékeli, vagyis hát nem biztos, hogy megengedte, hogy ugyanazt érzékelje. Ugyanazt látja, ugyanazt a történésekben van benne, mégis ez az ember azt mondja, hogy megdorgálta a szeleket és a tengert, és nagy csendesség lett. Hogy lehet, hogy az egyik ember az menekül, és elkezd embereket keresni, és elkezdi rázni őket, hogy ments meg, ments meg, ments meg. A másik, ugye ahogy Márk evangéliumánál van a 4:40-ben, ott azt mondja, hogy Jézus, mindjárt ide még vissza fogok térni, itt azt mondja, hogy fölkelvén megdorgálta a szelet, és mondta a tengernek, hallgass, némulj el! Hát emberek, a tanítványok is tudták volna ezt mondani. És pontosan ezért dorgálja meg Jézus a tanítványokat, hogy azt mondja nekik, hogy figyeljetek már, ezt nektek is, ezt nektek kellett volna mondanatok, én meg aludtam volna. Mert így is olyan sok feladat van, hogy végre tudtam volna aludni, ti meg helyette fölkeltetek. És mit mond, hogy igazából miért keltették föl? Azt mondja Jézus, hogy és mondta nekik, mit féltek, ó kicsiny hitűek? Hát azt mondja, miért féltek, és itt a deilia, tehát deilosz, miért féltek, ó kicsiny hitűek? Nézd meg, mi van először. A rettegés, utána van a kicsi hit. Tehát először a rettegés jön, félelem jön, és hát ne csodálkozz, hogy kicsi a hited. Miért féltek, ó kicsiny hitűek? Mitől lett kicsi a hitük? A félelem miatt. A rettegés miatt. És figyelj, miért féltek? Mert a láthatóra néztek. Gondold el, hogy a látható dolog, amit láttak, nagy háborgás a tengeren, nagy hullámok. Azt mondja, elborították a hajót. És ez olyan hatást váltott ki belőlük, hogy elbátortalanodtak, gyávák lettek, megfutamodtak, meghátráltak, és azt mondja, hogy félénkek lettek. És nézd meg, hogy nem tudták a hitüket működésbe hozni. Tehát nagyon érdekes az, hogy a deilia, az gyakorlatilag abból alakul ki, amit látunk és érzékelünk. És hogyha megengedjük azoknak a dolgoknak, amit látunk és érzékelünk, hogy megigézzenek bennünket, és a lelkünkbe behatoljanak, az érzéseinkbe behatoljanak, a gondolatainkba behatoljanak, a lényünkbe behatoljanak, akkor menekülés a vége annak. És pontosan Jézus ezért dorgálta meg a tanítványokat, hogy emberek, vegyétek észre, hogy attól lett kicsi a hitetek, hogy gyávák lettetek, és meghátráltatok, és megfutamodtatok. Mert megigézett titeket a körülményeitek, megigéztek titeket. És nagyon érdekes, hogy ez meg is magyarázza, hogy Jézus miért tudott olyan jól aludni, mert soha nem engedte meg a körülményeinek, hogy befolyásolják őt, hanem őt a szelleme befolyásolta. Őt a szelleme indította, és ha benne az van, hogy most átmegyünk itt, akkor akármilyen vihar lehet, akármi történt, akkor is át fogunk menni. Ha összefog minden, akkor meg gyakoroljuk a hitünket, és kimondjuk a hitünket, és azt mondjuk annak a hullámnak, azt mondjuk annak a háborgásnak, hogy te, némulj meg! Csönd legyen! A háborgás szűnjön meg az életem ellen. Az élet veszély szűnjön meg az életembe. De itt az emberek mit csinálnak? Menekülnek. Egyik embertől a másikig mennek,
és keresik a megoldást. Miközben a megoldás már ott van benned, ott van a szívedben, és ott van a szádban. Csak el kell kezdened mondanod. De nem mondod, miért? Mert nem a hit az, ami ösztönöz, nem a hit az, ami indít, hanem a félelem és a rettegés. Hát meg kell tanulnod, hogy uralkodsz ebben az életben. Amit mondott ugye Pál a római levélben, hogy azok, akik a kegyelemnek és a megigazultságnak az ajándékából bőségesen részesedtek, azok uralkodnak ebben az életben. És az, aki uralkodik, Jézus úgy lépett itt föl, mint egy uralkodó, ha megfigyeled. Nem? Úgy lépett föl. Fölkelt, és mi a probléma? Mit akartok ti itt hullámok csinálni? Csak azért tudtátok megcsinálni, mert én elaludtam. Tehát az ördög kihasználja ezt. És azt mondja, hogy lefeküdt aludni, nem pont akkor lett hullám. Miért nem előtte lett hullám? Miért nem akkor, amikor Jézus ébren volt? Látod, hogy az ördög hogy nézi? Hogy elszúnyadsz-e a szellemedbe? Vagy éber vagy-e? Emlékeztek, hogy Pál mindig mondja, hogy legyetek éberek. Vigyázzatok. Például Péter is ezt mondja. Legyetek éberek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög. Mind ordító oroszlán szerte jár, keresi, kit nyeljen el, akinek álljatok ellen. Erősek lévén a hitben. Mi kapcsolódik össze, ha megfigyeled? Józanság, éberség, tehát működik. A szellemi képességeid működnek. És nézd meg, hogy azt mondja, hogy ahogy éber vagy, ellen tudsz állni, mert erős vagy a hitben. Mikor tudsz ellenállni? Ha erős vagy a hitben. Ha félsz, és kicsi a hited, akkor menekülsz. De akkor viszont az ördög elkap. Tehát a kereszténységben, amikor valaki hátat fordít, annak vége. Tehát hátat nem lehet fordítani. Vagy előre mész, és győztes leszel, vagy megfordulsz, de akkor vége. Mert azt mondja, hogy az ordító oroszlán azért csinál ilyen nagy hatást, hogy megforduljál, és a hátadat mutassad. Nézd meg, a szellemi fegyvereknél, tehát a Efézus 6-ban nem védi semmi a hátat. Tehát akkor vagy győztes, hogyha szemtől szembe vagy az ellenséggel. Ha megfordulsz, nincs olyan szellemi fegyver, ami a hátadat védené. Pál erről beszél. Nem? Tehát Pál azt mondja, hogy van a sisak, van elől a mellvért, van a öv, van a saru, van pajzs, hát nem hátul hordod a pajzsot, vagy régen a katonák, nem? Amikor harcoltak, elől volt a pajzsuk. És mi van hátul? Üres. Üres. És megfordul, és az ellenség, az ordító oroszlán azt látja, hogy védtelen. És ne kiront. Tehát ne mutass hátat az ellenségnek. Jó? Ne mutass hátat az ellenségnek. Hanem csak akkor van esélyed győzni, hogy azt csinálod, amit Jézus. Fölkelsz és szólsz. És akármilyen nagy a háborgás, még gondolnád, hogy egy ekkora, hát figyelj, voltál már vihar körül, nem? Tehát környezetben. Hát milyen ereje van? Amikor ilyen nem tudom hány kilométeres szél, 70, 80, 100 kilométeres szél, és tudod, megy sebesen, villámlások, és a te emberi hangod, hogy elnyomódik tehát ezek a hangok mellett, hogy elnyomódik. Mégis, amit kimondasz a száddal, az hatással van erre a nagy hangzavarra. A te alig hallható hangod mégis hatással van erre az egészre, ami történik. De Jézus, amikor fölállt és elkezdett kiáltani, akkor nem arról van szó, hogy ő túl kiabálta a vihart, hanem mit csinált? Kihozta, ami a szívébe van. Ember, jegyezd meg jól. Sokkal nagyobb dolgok vannak a szívedbe, mint a látható világban. És neked az a feladatod, hogy előhozd. Ugye Jézus is azt mondta, hogy az emberek mindig, tehát ugye azt mondja, hogy a jó ember a jó kincsekből hoz elő jókat.
Tehát mi a feladatunk? Hogy előhozzuk. Az, ami benne van a szívünkben, azt hozzuk elő. Hogy hozzuk elő? A szánkon keresztül. Jegyezd meg, az ördöggel szemben csak a száddal tudsz megállni. Ha jól használod a szádat, akkor tudsz ellenállni az ördögnek, és attól akkor fog tudni elfutni tőled. Jézus fölkelt, megdorgálta a szeleket és a tengert, és nagy csendesség lett. Mit olvasom? Nagy csendesség lett. Vége lett a problémának. Vége lett. Ami addig úgy tűnt, hogy ez megoldhatatlan. A szívből való beszédek, a hitből való beszédek megoldották a helyzetet. Félsz, vagy hiszel? Te döntsd el. Annak a következményeiből fogsz élni. Azok a dolgok fognak veled megtörténni. Tehát az emberek pedig elcsodálkoztak, mondván, kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek neki. Látod, itt a másik el meg azt mondja, hogy ugyanebben, ugye a Márk evangéliumban még azt mondja Jézus a tanítványoknak, miért vagytok ilyen félénkek? Hogy van, hogy nincs hitetek? Az előbb még kicsiny hitűnek mondja őket, itt meg azt mondja, hogy nincs hit, elfogyott, vége. Gyorsan leapadt a hit mennyiség a szívükből. Nem? Nézd meg! Pedig előtte látták, hogyan gyógyít Jézus, látták azokat a csodákat, tele voltak hittel, és mégis ez a deillia bement a szívükbe, megigézte őket, az ördögnek a munkái megigézték, és utána azt mondja, hogy először kicsi hitűnek nevezte őket, tehát egy kicsi volt még, de a végére már azt mondja, hogy van, hogy nincs hitetek. Abban a pillanatban, a félelem, ha megengeded a félelemnek, hogy bejöjjön az életedbe, a hitet kiveszi belőled. Úgy kezd elképzelni, mintha az üzemanyag tartályt átvágná az ördög, és hirtelen nincs üzemanyag. Egyre kevesebb üzemanyag megy, és egyszer csak üres a tank. Ilyen van, amikor az ember megengedi a deilliát a szívébe. Drasztikusan, gyorsan lecsökken a hit benne, ami működtetné a szavainak a hatását, az kifogy az emberből. Ne érts félre, fogalom szintjén ott lesz benned az elmédbe, de a szívedből fog hiányozni a valóság. Fogalom szintjén fogod magyarázni, vagyis magyarázhatod, hogy ez így és így van, ez így és így van, ezt mondja a Biblia. Tehát igazából nem működik, nincs hit. Fogalom van, de tartalom nincs. Ezért kell erre vigyázni, hogy ne az ördög munkáit nézzed, ne azonosítsd magad az ördög munkáival, ne az ördög tervét, tehát ahogy dolgozik az ördög, ne vedd át az ördög tervét a magad életére vonatkozólag, ne lásd úgy magad, ahogy az ördög akar látni, mert drasztikusan lecsökken a hited, és elfogy. És nem fog működni. És te magad is csodálkozni fog. Hogy nem működik? Tehát ez az egyik, amit meg kell jegyezni ezzel kapcsolatban. Egy másik esetben a Máté 8-ba, ugyanitt, ugye, ahol felolvastuk, nézd meg, hogy megy egy százados a Jézushoz. 5. versza. Mikor pedig bement Jézus Kapernaumba, egy százados ment hozzá kérvén őt. Ezt mondta, nézzétek meg, mit mondott, mert itt is a deillia szó van. Azt mondja, Uram, az én szolgám otthon gutaütöttem fekszik, és nagy kínokat szenved. És emberek, nem a kínok a deillia, hanem amit nagynak fordított Károli, az a deillia. Tehát itt azt mondja, hogy olyan kínokat él át, hogy közben egy rettegés tölti be. Tehát azt, amit tapasztal magán, mert itt ez a különbség, hogy a
a tanítványok külső, tehát az ördögnek a külső munkája hatott rájuk, tehát a hullámok, a tenger, a vihar, és ez hatott rájuk. Itt ez a szolga, a századosnak a szolgája, attól kezdett el rettegni és Deilia állapotába kerülni, hogy azokat a kínokat, amiket átélt, azok a hatások, amik belülről látta a testébe, hogy milyen változások vannak, hogy már guta ütött, hogy az elején lehet, hogy a lábát, csak a lábát nem tudta mozgatni, de jutott egy olyan állapotba, amikor csak feküdni tudott, és nem tudott semmit sem megmozgatni, és ez olyan félelemmel és rettegéssel töltötte el, hogy igazából, ahogy a kínok és a fájdalmak megjelentek a testébe, ez egy ilyen rettegést váltott ki, egy gyengeséget, egy félénkséget és egy bátortalanodást, hogy kizárt, hogy meggyógyulok. De emberisten nagyobb, mint te. Sokszor mi emberek megállunk, gyakoroljuk a hitet is, hitünket is, de amikor olyan helyzet van, hogy túllép az a helyzet a hitednek a szintjén, akkor lehet, hogy azt mondod, hogy tehát nem tud megtörténni az, ami az igében van. És utána, de mégis kitartasz, és megtapasztalod, hogy megtörténik az, ami az igében van, és rájössz arra, hogy Isten nagyobb, mint a, ne magadra nézd, ne a te képességeidbe bízzál. A hit az nem arról szól, hogy magadba kell bízni, meg te hogy hiszel. A hit az arról szól, hogy Isten képességeibe veted a bizodalmat. Tehát nem a te képességeidbe, nem a te hiányosságaidba veted a bizodalmadat, hanem az Isten képességébe. És ő sokkal nagyobb, ő sokkal több. Ő sokkal fölöttébb van mindennek. Az orvostudománynak, a természetes dolgoknak bőven fölötte van. És neked az ő képességébe kell vetned a bizodalmadat. És ez az ember, ez nagyon fél. Látta, hogy milyen változások mennek a testébe, végbe. Nézte, hogy milyen kínok, fájdalmak jelennek meg a testébe. Átélte ezeket. És azt mondja, hogy ez a Deilia, ez a rettegés eluralta, átvette az uralmat az életébe. De nézd meg, hogy milyen jó, hogy ott volt egy olyan ember neki az életébe, mint az a százados, hogy azt mondta Jézusnak, Jézus, szólj, az ige. Nézd meg, ahogy az ige volt az, ami lecsitította a tengert, és megszüntette a háborgást. Ugyanaz az ige, a beszéd, a szó, a Szent Szellem által kimondott, a szívedből a hit beszéde, ami kijön, az oldja meg a dolgokat az életedbe. Jó? Tehát ezért vásároltok olyan könyveket, ami hitedet építi, megvallásokról szól, megvallások vannak benne, és gyakorold. Mondd ki. Neked ennyi a feladatod. Jézus, amikor azt mondja, hogy a hegynek szóljál, akkor, tehát hogy a hegy előtt vagy, vagy érted is, gyakorold a hitedet. Na, ott egy dolgot mondott, egy dolog a feladatod, ember. Beszélj, szólj. De ne... Tehát ne azt kezd el szólni, hogy milyen problémában vagy benne, hanem a megoldást mondjad, a megoldást szóljad, és akkor működni fog a hited. Amen? Tehát nézd meg, hogy tehát egy ilyen félelem, rettegés esett rá. Jobb könyvéhez kérlek lapozzatok, a Jobb 3.25-höz. Egyébként itt még ennél a fiúnál, a százados szolgájánál, itt egy olyat is jelent, hogy ijesztő, félelmetes, veszélyes, rossz. Tehát, hogy a rettegést, egy ilyen ijesztés, tehát az ördög megijesztette a testébe zajló dolgok, vagy az életébe zajló dolgok, megijesztették, és ez váltotta ki a Deiliát. Nézd meg a Jobbnál, Jobb 3.
Ugye ez a Zsoltárok előtt van a Jób könyve. Jób 3 azt mondja, hogy 25. Mit mond Jób? Mert amitől remegve remegtem, és itt a héberül van ugyanaz a szó, ami a görögben a deilia, héberül a jagor, az a megnevezés, hogy jagor, ez fél, retteg, tart valamitől. Nézd meg, hogy mit mond. Amitől rettegve rettegtem, az jött rám. És amitől rettegtem, az esett rajtam. Gondold el, hogy Jóbot az ördög folyamatosan egy képekkel bombázta az elméjét. És folyamatosan azt bombázta, ugye tudjuk, hogy az első rész írja le azt, hogy 5. verszakba, hogy amikor a gyerekek vendégséget rendeztek, akkor azt mondja, hogy mikor a vendégség napjai sorra lejártak, elküldte értük Jób, megszentelte őket, jó reggel fölserkent, áldozott, égő áldozattal mindnyájuk számára, száma szerint, mert ezt mondta Jób, hát ha vétkeztek az én fiaim, és gonoszt gondoltak az Isten ellen az ő szívükben. Figyelj, így cselekedett Jób minden napon. És az sok ember azt mondja, hogy fú, milyen istenfélő volt Jób. Folyamatosan, minden nap áldozott. Hát ilyet, de emberek, vedd észre. Mi a különbség, amikor félelem miatt tesz valaki Isten félő dolgot, vagy a szeretet miatt teszi ezt? Tehát Jób azt mondja, hogy ő mindig is félt attól, hogy ezek a dolgok történnek meg vele. És meg lehet látni, hogy minden nap, amit áldozott, az igazából a félelmemből tette, a rettegéséből tette azt, amit tett. Te, amikor szellemi harcolt, szellemi fegyvereket veszel föl, imádkozol, mi motivál? A félelem? A rettegés, hogy mi fog érni? Látjátok, hogy Jobbnak a cselekedetei kívülről, ha nem látnád a motivumokat, nem látnál semmit, azt látod, hogy hát ez az ember, ez egy óriási, hát ez egy szellemi óriás. Minden nap áldoz. Hát ilyet, hát ez ilyen teljesítményt csinálni, hát bőven elmaradunk mögötte. De nézd meg, hogy ami hajtotta, az nem Isten szelleme volt, hanem a deilia, a rettegés szelleme volt. Sokszor az emberek sok mindent tudnak csinálni, akár bőjtbe, tehát ilyen szellemi cselekedeteket is. Sokszor az ember csak néz, hogy azt, hát én ilyet nem tudok csinálni. Most nem azért, mert én lennék az etalon, hanem csak az ember néz, hogy honnan veszi ezt az energiát, hogy ezeket a dolgokat tudja így csinálni, hogy hosszú távon. És kiderül, hogy nem Isten szelleme, hanem egy más szellem működik, ami folyamatosan egy olyan rettegésbe, egy olyan dolgokba tartja, hogy ezért tudja megcsinálni azokat a dolgokat. De ő pedig úgy tünteti föl, hogy az az Úrnak a szelleme. És sajnos Jobbnál, ugye az ördög belevetített egy képet neki, hogy halnak meg a gyerekei, belevetített az ördög neki egy képet, hogy hogyan veszíti el a vagyonát, hogyan veszíti el az egészségét, és ez ott lebegett a szemei előtt. És ahogy lebegett a szemei előtt ez a kép, ez energizálta, ez a rettegés energizálta, hogy áldozzon, hogy ne történjen meg vele. De biztos, hogy tehát ugye Isten látta a szívét, tehát volt. Tehát ne csak így lássátok Jobbot, ahogy most leírtam, ez is benne volt, mert Isten látott benne azért más dolgokat is, és jó dolgokat is, de vegyétek észre, hogy amikor az Isten megengedte az ördögnek, nem Isten találta ki, hogy ezek dolgok történnek meg, akkor az ördög azért tudott beférkőzni a Jobbnak az életébe, és azért tudta ezeket megtenni, mert a Jobb nyitott számára egy ilyen ajtót a rettegés által,
A Deillia által nyitottak ki ezt az ajtót. Ha tanítványoknál nem lett volna ott Jézus, az a hajó már elsüllyedt volna, és ők már meghaltak volna ott. Tehát Jób azt mondja, amitől remegve remegtem, amitől rettegtem, az történt meg az életemben. Emberek, a rettegésben, ebbe a deiliába, ebbe a félelembe olyan sors formáló erők vannak benne, hogy beteljesíti az ördögnek az akaratát. Ezért ne félj, neked nem szabad félned. A tanítványok legalább tudták, hogy ott van a csónakban Jézus. Nézd meg, hogyha... Tehát nézd meg Jóbot, hogy folyamatosan áldozott. És mégis ezek az áldozások nem tudták megtartani az ördöggel szembe. Mert jegyezd meg, hogy olyan dolgok, amiket félelemből teszel, az hatástalan az ördöggel szemben. Mert a félelem az az ördöghöz tartozik. Tehát hiába csinálsz szellemi dolgokat, adakozol, és a többi, de ha a belső motivumod félelem, rettegés, és csak azért csinálod azt, hogy ne történjen meg veled az, amitől rettegsz, akkor igazából hatástalanok ezek a cselekedetek az ördöggel szemben. Nézd meg, hogy az ördög azt mondta, hogy te magad vetted körül mindenét, őt magát és mindenét körbevetted. Jobbnak rá kellett volna jönnie, hogy Isten körbevette már őt. Isten már védi. Nem az ő cselekedeteibe kellett volna bíznia, hanem az Istennek a védelmében. És a rés ebben a védelemben nem Isten hagyott rést, hanem az a Jób nyitott rést. Így van ez a mi életünkben is, emberek. Ezért mondja, tehát minket véd az Úr. Mégis azt mondja az Efézusi levélben Pál, hogy ne adjatok helyet az ördögnek. Nem Isten ad helyet az ördögnek a mi életünkbe, hanem mi nyithatjuk meg az ajtót az ördög előtt, és mi adhatunk helyet az ördögnek. Mert Isten véd bennünket. Oké? Okay? Tehát mindenképpen így lássátok ezt, hogy nekünk benne kell járnunk, ne a rettegésbe, ne a félelmekbe járjunk. Az az ördög, az, amit felvillant neked, hogy mi az ő terve, amitől, jegyezd meg, amitől félsz, vagy félelem alakult ki benned, az az, amit az ördög megmutatott neked, hogy mit akar veled csinálni. És ennek ne higgyél. Mert ha hiszel, akkor ez már majdnem olyan, mint a jövendőmondás. Majdnem, mert igazából annyi a különbség, hogy te maximum az elmédbe vagy a fantáziádba látsz egy képet, vagy vetít be az ördög egy képet, miközben a jövendőmondásnál ugyanaz az ördög, ugyanazt a tervet egy emberen keresztül, egy médiumon keresztül mondja meg. Tehát ne higgy az ördögnek. Akkor már inkább, látod, mit mond a példabeszédek könyvében Dávid, vagy Salamon mit mond? Ugye, mert azért mondtam a Dávidot, mert az apja tanította. Mire tanított? Azt mondja, fiam, az én beszédeimre figyelj. Mit mondott Dávid Salamonnak? Azt mondja, Salamon, az én beszédeimre figyelj. Ezek legyenek a szemeid előtt. Ezeket engedd be a füleden keresztül. Ezeken gondolkodjál. És mit mond? Ezek egészség lesznek a te testednek. Miért? Mert ugye a példabeszédekben le is írja a Salamon, hogy a bölcs embernek a beszédei orvosság. Tehát a beszédek orvosság. Mit látok magam előtt? Gondolj, hány ember meggyógyulna, hogyha azzal a hittel ülne le Isten tiszteleten a prédikációt hallgatni, hogy ezek a beszédek orvosság a számomra. És most egy ilyen kúrán vagyok, és leülök ide, hallgatom, és mire fölkelek, meggyógyulok. Hány ember így meggyógyulna? Értitek, hogy eleve egy hittel ülnének le, és hittel hallgatnák az igét. Tehát
És mit mondott Dávid Salamonnak? Ezen gondolkozz, ez legyen a fejedbe, ez legyen a szemed előtt, ezt lásd magad előtt, így lásd magadat. Döntsd el, hogy látod magadat, hogy az ördög mutat neked, vagy amit az Isten mutat neked. Azt a képet jegyzed meg, amit az ördög tükréből látsz magaddal kapcsolatba, vagy amit az Isten tükréből látsz magaddal kapcsolatba. Mert az fog dominálni az életedbe, az a kép fog dominálni. Az egyik hitet, bátorságot fog hozni benned, a másik félelmet, meghátrálás, gyávaságot fog létrehozni benned. Jó? Jó erről hallani? Jó, hogyha ezt halljátok? Nézd meg, még jobb mondott a 9. fejezet 28. verszakában is mondott valamit. Azt mondja, megborzadok az én mindenféle fájdalmamtól. Tudom, hogy nem találsz bűntelennek engem. Mitől borzat? Meg itt, ami megborzadás van, ez a rettegés, ez a jagor szó van itt. Megborzadok az én minden fájdalmamtól. Nézd meg, hogy olyan hatások érték a testét, hogy válaszul, tehát olyan tünetek mentek át rajta, hogy elkezdett rettegni. És emberek sokan itt rontják el. Amikor a tüneteket tapasztalják magukon, akkor elindul a rettegésnek a folyamata. És nem is sejtik, és nem is tudják azt, hogy miközben rettegnek, csak erősítik a tüneteknek. Mert mi van akkor, hogyha az a tünet, az a hazugság szelleme idézi elő? Mert az majdnem ugyanaz, mint amikor tényleg van tünet. De az viszont a hazugság szelleme. És beeszed, elhiszed, a rettegés által befogadod, és a hazugság szelleme behívja azt a betegséget, aminek a tünetét tapasztalod. Ilyen is van. Tehát a tünetek nem mindig a betegségnek a következményei. Van, hogy egy hazug szellem hozza létre a tüneteket, mintha az a betegség lenne. De az nem a betegség. De ha rettegsz, és félsz, és elfogadod ezáltal, akkor behívja azt a betegséget az életedbe. Behozza azt a betegséget az életedbe. Melyiket választod? Sokszor egyébként ez szokott lenni a gyógyulás után. Tehát miután az emberek átveszik a gyógyulásukat, jobban vannak, elindul egy javulás az életükbe, és egyszer csak megjelenik ugyanaz a tünet, mint ami előtte. Emberek, ez hazugság. Az a tünet már nem ugyanaz, mint ami előtte volt. Hanem azt a hazugság szelleme idézi elő, manipulálja úgy a testedet, hogy ugyanannak a tünetnek tűnjön. Értitek? És amikor te ezt mondod, hogy hát ez ugyanaz, mégse gyógyultam meg, akkor beengedi, visszajön az a betegség, amitől megszabadult az ember az életében, a testében. Sokszor este a hazugság szellem, amikor működik. Hogy ugyanazt hozza létre, mint ami volt, és az ember úgy álljon hozzá, hogy ja, hát az nem történt semmi, ugyanazt tapasztalom. És kész, vége. Ahogy ezt kimondta, ennyi volt, visszajött az a betegség. És ugyanazzal küszködik. De ott ellenáll az ember, és azt mondja, nem fogadom el, hazugság, kimész a tüneteiddel együtt, mindennel, amit itt létrehozol, nem fogadom ezt el, akkor meg fogod tapasztalni, hogy dehogy volt, dehogy jött vissza a betegség. És csak a hazugság szelleme manipulálta a testedet. Ez tényleg így van? Az nem ugyanaz? A gyógyulás utáni tünetek, az nem ugyanaz a tünet, mint ami a gyógyulás előtt a betegségnek a tünetei. A gyógyulás utáni tünetek, az nem a betegség jelenlétére utal, hanem a hazugság szelleme idézi elő ugyanazt, hogy elhidd, hogy az az, és akkor bejön, és visszajön az, amiből megszabadultál. Na tehát, húzós, nem? De én azért mondom ezt el, hogy tisztában legyél, hogy tudjad, hogy ne, hogyha nem tudod, és úgy vagdalkozol, akkor nem találod el az ellenséget, és átver az ellenség közben. De én azért mondtam el, hogy ugye Pál is mondja, hogy tudjuk, hogy hová ütünk. Tudjuk, hogy kell kiütni az ördögöt.
Tehát, hogy tudjad, hogy mi zajlik ilyenkor. Jelenések 21.8. Mit mond itt Jézus, hogy aki ezt eltűri, ezt a gyávaságot, félelmet, rettegés, deiliát, mit mond, nézd meg? Ja, még egyet, elnézés, csak egyet vissza, 5 Mózes 28.60, itt is a jegor szó van, nézd meg, és rád fordítja Egyiptomnak minden nyavajáját, amelyektől írtóztál. Itt a jegor kifejezés van, tehát amitől rettegtél, mit fordít, mit mond az Isten igéje? Mit fordít rá az emberre? Azt mondja, amitől írtóztál, és hozzád ragadnak azok. Tehát mit csináltak? Mit csináltak Izrael fiai Egyiptom, amikor látták az egyiptomiak betegségét? Írtóztak, féltek. Jé, ilyen betegségek vannak? Jé, ilyen betegségek is meg tudják támadni az embereket? Ilyen változásokat tudnak létrehozni a testükben? De ember, döntsd már, te egyiptomi vagy, vagy izraelita, szellemi izraelita? Szellemi egyiptomi vagy, vagy szellemi izraelita? Amikor látod a szellemi egyiptomiakon, hogy milyen betegségek, nyavaják, meg egyéb dolgok jelennek meg a testükben, és hogy eltorzul a testük, akkor ne kezdjél el rettegni, hogy ezek veled is megtörténnek. Tehát a látvány ne igézzen meg téged. Hát van különbség a között, aki szolgálja Isten, és a között, aki nem szolgálja az Isten. Hát olyan nincs, hogy Isten ugyanúgy bánik veled, mint egy másik emberrel, aki nem szolgálja őt. Nehogy már az Isten nem ilyen. Vagy azt gondolod, hogy ilyen? Hogy neki teljesen mindegy, hogy szolgálod őt, vagy nem. Hát emberek, amikor megtámadta egy betegség az Ezékiás király. És ugye megmondta neki a próféta, hogy ennyi volt. Végrendelkezzél. Gondold el. Megtámadta egy betegség. Végrendelkezzél. Ma meg fogsz halni. Nincs mese. És erre mit mondott Ezékiás? Uram, emlékezzél meg. Én nem vagyok olyan, mint az asszírok. Nem vagyok olyan, mint a más népekből való. Nézd meg, hogy én szolgáltalak téged. És mit csinált Isten? Visszaküldte Ézsaiást, és mondta neki, menj vissza. És mondd meg neki, hogy meggyógyítom. Mit imádkozott? Hát nézd meg, hogy mit imádkozott. Mitől gyógyult meg, ha megfigyeled? Mitől gyógyult meg? Azt mondta, Uram, én szolgáltalak téged. És emlékezzél meg erről, hogy szolgáltalak téged. És van különbség a között, aki téged szolgál, és aki nem szolgál téged. Nem jó? Tehát ezért szolgáld az Urat jó kedvel. Szolgáld az Urat, és meglátod, hogy van különbség. És ne rettegj az egyiptomiak nyavajájától, betegségeitől. Na azt mondja, hogyha rettegsz, akkor azt mondja, hozzád ragadnak ezek. Tehát amit Jobb mondott, hogy rettegve retteget, és hozzáragad. Ha meg úgy érzed, hogy már hozzád ragadt, félelem van benne, akkor keresd szabadító szolgálatot, hogy megszabadulj attól. Van, aki fél, hogy rákos lesz, ez lesz, az lesz, amaz lesz. Ugye annyira hisznek az átok működésébe, generációs, familiális átok működésébe. Ez történt anyámmal, ez történt apámmal, velem is ez lesz. Hát ember, hát én jobban hiszek az ezer ízigleni áldásban. De azt mondod, de hát nem volt fölöttem, érted, amitől ezer ízigleni. Hát dehogy nem, Noé ott van. Még nem telt el ezer generáció Noé óta. Tehát jobban működik a Noétól eredendően, még ha nem is volt a családfámba, érted, aki áldást tudott volna, akkor is ott van Noé, és még nem telt el ezer generáció, és Isten megáldotta Noét. Nem olvasod azt, hogy megáldotta Noét? Sőt, még Ádámtól se telt el ezer generáció. Tehát Ádámtól is, meg Noétól is van áldásom. És még mindig működik,
És nem a 999. vagyok, hanem még bőven kitart ez az áldás. De a keresztények meg mit csinálnak? Elkezdenek hinni, hogy működik az átkom. Hát nem azt olvasom, hogy az átkomat elvitte Jézus? Hát miért nem abban hiszel, hogy elvette az átkodat Jézus? Miért nem az Ádámnak és a Noénak az áldásába hiszel, és azt, hogy Jézus elvette az átkodat, mint abba, hogy a apádnak a hatása nagyobb az életedbe, mint Jézusnak a hatása. Sőt, Jézus által még azt is olvassuk, hogy Ábrám áldása is rajtunk van. Emberek, hányszoros áldás van rajtunk? Sokkal jobban higgyél az áldásokba, és meglátod, még fele annyira se leszel beteg, sőt, sehogy se leszel beteg. De látom, érzem, hogy még törni kell a falakat. Nem nagyon akarjátok elhinni. Az áldásnak nagyobb az ereje, emberek. Egy áldás 1000 generációt megy. Egy átok csak 3-4-et. Hát melyiknek van nagyobb ereje? Sokkal nagyobb ereje van az áldásnak. És többszörösen vagy megáldva. Mennyei atya is megáldott. Ugye azt olvassuk, minden áldással meg vagyunk áldva a mennybe az atyától Jézus Krisztusban. Isten megáldott minket. Ádámban van áldásunk, Noéban van áldásunk, Ábrahámban van áldásunk. Hát mit akarsz még? Te ragaszkodsz, de a nagyapám meghalt ebbe és ebbe. Apámnak ilyen és ilyen volt. Hát higgyél ebbe, mondogass csak, meglátod, mi lesz az eredménye. Jézus is azt mondta, legyen a te hited szerint. Hát te ebbe hiszel. De hát én az Isten igéje alapján szeretnék hinni, és nem a saját emberi. Ne értsetek félre, én nem tagadom le az, hogy működik 3-4 generációs átok. Ezt nem tagadom le. Én azt mondom, hogy én jobban hiszek, hogy jobban működik az áldás, mint az átok. Nagyobb a hatása, nagyobb az ereje. Hát nézd meg, azt mondja, hogy a rosszat jóval győzzétek le. Tehát a jónak nagyobb az ereje, mint a rossznak. A jó le tudja győzni a rosszat. Az áldás le tudja győzni az átkot. A rajtad levő Ábrám áldása legyőzi apádnak az átkát az életedben. Nem jó? Na tehát, Jelenések 21.8. Azt mondja itt János apostol, hogy a gyáváknak pedig és a hitetleneknek, az gyáva van, egy deilia van. Hát a gyáváknak és a hitetleneknek, ugye a hazugoknak, paráznáknak, bűbályos, nézd meg, hogy kezdődik el a romlás. Nem is véletlen, hogy van leírva ez az egész. Mivel kezdődik? A rettegés. Mit hoz ki a rettegés az emberekből? Nézd meg, hitetlenség. Tehát nem véletlen, hogy összeköti. Emlékeztek, hogy mondja Jézus a tanítványoknak? Miért vagytok ilyen kicsiny hitűek? Utána azt mondja, miért nincs hitetek? Tehát hitetlenek lettek. Tehát ott volt a deilia, és hitetlenek lettek. Itt is azt mondja, ott a deilia, csak így gyávának mondja, és azt mondja, hogy hitetlenség, és hitetlenek. Nem érdekes, hogy megint a rettegés és a hitetlenség is össze van kapcsolva, és talán jönnek a többi bűnök? Nézd meg, hogy mit nyit meg az ember. Minden hazugnak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Nézd meg előtte, mit mond. Aki győz, örökségül nyer mindent. Tehát a deilia, az nem enged győzni téged. Az kudarcra fog ítélni téged. Azt mondja, aki győz, örökségül nyer mindent. Aki retteg, az semmit nem nyer meg. Az nem nyeri meg az ígéreteket. És annak Istene leszek, és fiam lesz nekem. Tehát elveszíti az ígéreteket, aki a rettegésben van.
És azt mondja, hogy leépül az élete. Elveszíti a hitet, kicsi lesz először, hitte, utána elveszíti, aztán utána jönnek a bűnök az életébe. Jó, vagyis hát nem jó, de hát ez van. János 14.27. János evangéliuma 14.27. Békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek, nem úgy adom én nektek, amint a világ adja. Figyelj! Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen, rettegjen, deillia állapotában ne legyen. Tehát mit mondott Jézus? Hogyan tudunk kijönni a deilliából? Hogyan nem fog ránk hatni a rettegés? Hogyan nem fog ránk hatni a körülmények? Hogyan nem fognak ránk hatni a tünetek és egyéb dolgok? Azt mondja Jézus, a békesség. Az a békesség, amit ő ad nekünk, az a békesség nem engedi meg, hogy a félelem, a rettegés uralkodjon rajtunk, hanem azt mondja, ő ezt hagyja nekem, az ő békességét adja nekem, nem úgy adja nekem, mint a világ, ezért ne nyugtalankodjon a szívem. Tehát ne legyen nyugtalan szíved, hanem hagyjad, hogy meg tudjon nyugodni a szíved. Ne legyen rettegő, remegő szíved, hanem hagyjad, hogy meg tudjon nyugodni, hogy Istennek a békessége a gondolataidba is, a szívedbe is munkálkodjon. Ne csak a szívedbe, hanem a fejedben, az elmédben is munkálkodjon. Ha az elmédben munkálkodik, akkor az érzelmeidbe is fog munkálkodni. És ez kihat az egész személyiségedre. Azt mondja Jézus a békességét. Látod, ez a békesség miatt tudott aludni Jézus. A legnagyobb háborúság közepette is. És mit mondott? Odaadta nekünk. Már ott van nálad ez a békesség. Ne félj, ne retteg! Azt mondja Jézus, hogy senki ki nem ragadja őket az én atyám kezéből. Nincs olyan hatalom az ördögnek, amivel ki tudna ragadni téged az Istennek a kezéből. Nincs olyan hatalom. Hát nem ez a békesség, nem ez adja a békességet, hogy tudom, hogy bármi is történik velem, az Isten kezébe vagyok. Emlékszel, hogy azt mondja Isten, például Ézsaiáson keresztül, hogy a markaimba metszettelek téged. Ha apád, anyád elhagyna téged, én soha nem foglak elhagyni. Emberek, Istennél Isten nem a cselekedeteiddel hatod meg, hanem születési jogod van. A gyereked sem azért szereted a gyerekedet, és azért most idézőben mondom, hogy tűröd meg az otthonodba, mert olyan dolgokat csinált, ötöst hozott haza. Ha nem hoz haza ötöst, kivágod, mint macskát. Hát hogy néznénk ki, hogyha ez lenne? Hát nem emiatt, hanem azért, mert tőlem született, ezért van az otthonomba. És nem zavar, nem idegen. Hát így vagyunk mi Istennél. Hogy mi nem zavarjuk Istent, nem úgy van, hogy na ez már megint mit keresi? Mit nyitogatja ki nekem itt a hűtőt? Hanem tőle születtél, Istenem, tőled születtem. Víztől, Szent Szellemtől, ige által te szültél meg. A te természeted van én bennem. Hát nem ezt mondja Péter? Azt mondja, hogy az isteni természet részeseivé lettetek. Hát ugyanaz a természetet hordozom, ami az Istenben van. Lehet, hogy ez sokszor nem látszik. De ugyanaz a természet van bennem, ha Istentől születtem. És ha viszont ugyanaz, akkor van bennünk közös. Van Isten, és én közöttem egy közös valami, azaz ugyanaz a természetből. Ugyanazból a természetből részesültem, ami az Istenben van. Ezért nem vagyok idegen a számára. Ezért atyának hívhatom őt.
Ezért ott lehetek nála. Nem kell teljesítenem ő előtte ahhoz, hogy elfogadjon, hanem a természetem. Ez az új természet miatt fogad el engem, mert ugyanaz, nem hasonló, hanem annak a része se vagyok. Tehát nem hasonló vagyok ahhoz. Ez a különbség Ádám és Krisztus között. Ez a különbség Ádám utóda is Krisztusi emberek között, hogy mi nem hasonlítunk Istenre, mi a részesei vagyunk. Azt tudod, mit jelent, hogy a részese? Hogy hozzá vagyunk csatolva. És a vér keringésbe beletartozunk. És az ő test, erre mondja Pál, hogy titkot mondok el nektek. Tehát nem Ádámról és Éváról akar beszélni, hanem titkot akar elmondani, hogy a Krisztusnak a tagjai vagyunk, és az ő részese vagyunk, az ő részesei vagyunk, az ő testének a részesei vagyunk, és hozzá vagyunk kötve a Krisztushoz. És nem kötve vagyunk, hanem belőle vagyunk. Hallod? Belőle vagyunk. Hú. Oké, tehát neked nem kell nagy bizonyítást csinálnod Istennek, hogy elfogadjon, hanem a születésed jogán, a közös természet miatt vagyunk vele. Persze ez a természet cselekedetre is fog ösztönözni minket, ami hasonlítani fog azokra a cselekedetekre. Sőt, azt mondja Jézus, ugyanazokat a cselekedeteket is tesszük, mint amiket ő tett. Sőt, még nagyobbakat is. Mert ő a mennybe ment, és azért még a mennyből is tehát adja a támaszt, és ad pluszban a Szent Szellemnek az erejét, még adja, hogy még nagyobb dolgokat tegyünk. Nyilván nem tudjuk fölül haladni Jézusnak a cselekedeteit, de ugye akkor nem volt média, nem volt más, tehát olyan dolgok, amik most a rendelkezésünkre állnak, tehát nagyobbakat is lehet cselekedni. De nem minőségben. Jó? Félsz vagy hiszel? Persze, hogy hiszel. Látod, mi adja a békességet? Az, hogy ugyanaz a természetem van. És ez békességet ad nekem. Na nézzük tehát ezért ne rettegjünk, ne féljünk. És befejezésül pedig 2 Timóteus 1.7. Mit mondott itt Pál? Figyelj, ezt neked is mondja. Nem a rettegés, a deilia szellemét adta nekünk az Isten, hallod? Nem a félelem, a rettegés, a deilia szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a szellemét adta nekünk. Tehát ezért nem kell félnünk, tudd meg, hogy amikor megtámad ez a szellem, ez nem Istentől van ez a szellem. Ezt ki tudod űzni, ki tudod tenni az életedből. Azt tudod mondani, hogy nem engedem meg, hogy a gondolataimba fészket rakjál, nem engedem meg, hogy az érzelmeimet manipuláld. Te nem Istentől való szellem vagy. Ezért Jézus nevében kimész az életemből. Elhagyod az életemet. Mert milyen szellemet adott nekünk az Isten? Erő szellemét. Meg tudsz erősödni. Megmondod, hogy az erő szellemét adott. Hallod? Adott. Látod? Már adott. Isten már adta az erőnek a szellemét. Már adta a szeretet szellemét. Már nem tud azt mondani, hogy már nem vagyok képes szeretni azt az embert. Ez már benned van, a szeretetnek a szelleme. Józanságnak a szellemét. Önfegyelem, vagy önmérséklet szelleméről van szó. Tehát önfegyelem, önmérséklet szelleme. Tehát ez hazugság, hogyha valaki azt mondja, hát nem szereted, és ezzel nem tudsz mit változtatni. Ez hazugság.
Itt azt mondja, hogy Isten a szeretetnek a szellemét adta nekünk. Meg tudod tenni. Ne hagyd annyiba, akkor kimádkozzál. És ez a szellem, ez rá fog áradni különböző dolgaidra, szívedre, lelkedre, dolgokra, és meg fogod látni a változást az életedbe. De szeretetlenséget ne tűrj el. Nézd meg, hogy ez a hármasság együtt van, az erő, a szeretet és az önmérséklet. Ez egy szellem. Hát akkor tud erő is áradni belőled, hogyha tudsz szeretni. És hogyha önmérsékletet is tudsz gyakorolni. Nem úgy, hogy elengeded magad, ami a szívemen, az a számon. Meg anyám is ilyen volt, én is ilyen vagyok. Meg ez a temperamentum, ez a családhoz, familiához tartozik hozzá. Ez nem lehet változtatni. Hát dehogy nem. Újjászülettél, te már nem az vagy. Mivel azonosítod magad, ember? A beszéded árul el téged. Isten családjában önmérséklet is tud lenni, szeretet is tud lenni, és erő is tud lenni. Amen? És mi ezt már adta, ezt már adta, ezt a szellemet. Ez már benned van, ez a szellem. Hallod? Benned van. És nem a Deili a szelleme, hanem ez az Istentől adott szellem. Köszönöm a figyelmeteket, köszönöm, hogy meghallgattatok.